Folytassuk tovább az oldallal való ismerkedésünket, és jelentkezzünk be az előzőleg létrehozott felhasználóval, ami a kis Antal. Adjuk meg a jelszavát, majd aztán a bejelentkezésre kattintva lépjünk be. És nézzük meg, milyen funkciók vannak még, amit tudunk használni. Például a keresésnél, hogyha akarunk valakit keresni, de mondjuk tudjuk, hogy szeret egy bizonyos zenét, vagy azt akarjuk tudni, hogy éppen ki az, aki szereti, akkor egyszerűen ide beírjuk az előadó nevét. Hát most én Majkát írom be. És a keresésre kattintva, mint láthatjuk, ezekbe keres, profil, híre, kép, videó, blogok, esemény, feedback, csoportcikkek, és itt, mint láthatjuk, meg is találta, és kis Antal felhasználó, aki ezt a zenét megjelölte. A keresési központot tudjuk még egészen máshogy is használni. Be tudjuk állítani felhasználó név szerinti keresést, vagy egyéb opciók szerint. Beállíthatjuk az életkort, hogy mely intervallumnak legyen megfelelő. Beírhatjuk a címkét, hogy mondjuk melyek azok a szavak, amikre szeretnénk keresni. Például, nem tudom, zöld szem, kék szem, vagy barna haj, vagy akármi más, bármi lehet. Beállíthatjuk, hogy csak online, csak fényképes, és a keresésre kattintva kiadja a számunkra megfelelőt. Mondjuk én, ha beállítok egy 55, és keresek nőt, jó, és csak a fényképest, akkor ki is adja nekünk ezt az egy felhasználót, jelenleg ez felel meg annak a kritériumnak. Most ha visszatérünk a keresési központba, akkor mi nézzük tovább. Van még itt egy olyan, hogy világtérkép. Ez, megnézhetjük ezt is, hogy mire jó igazából. Ha ráközelítünk, akkor láthatjuk, hogy Magyarországról mely tagok adták meg ezt a lehetőséget, és így kiírja az elhelyezkedésüket a térképen. Ez is egy nagyon hasznos funkció, hogyha szeretnénk igazából megtudni, hogy az a ismerős társ igazából hol is helyezkedik el. Hát a kulcsszavas keresést azt néztük, tagok keresése, világtérkép, lényegében ezt át is vettük. A tagokat esetleg, ha megnézzük az összes tag, akkor felsorolja azokat a tagokat, akik éppen ugye regisztráltak az oldalra, itt csak az online, csak a kiemelt, a legnépszerűbbek, akik ugye megkapják a értékelés szerint a legnépszerűbb címet, születésnapot be lehet állítani, akkor azt adja be csak, ami éppen születésnapos felhasználó, hát jelenleg nincs, de ha lenne, akkor nyilván ott megjelenne a neve. Akkor menjünk tovább a fórum központ. Hát itt ez még lényegében nem teljesen magyar, de a lényeg az, hogy itt ide tudunk kattintani, hogy fórum topik, és létre tudjuk hozni az új fórumot, beírjuk a tárgyat, majd a megfelelő szöveget, hogyha van valami csatolmány, akkor azt hozzá tudjuk adni. Itt, ha esetleg van még több, akkor ezzel a gombbal ezt kérvényezhetjük, majd pedig a Submit-ra, illetve a Cancel-re kattintva ezt az oldalt tudjuk ismét elérni. Egyébként itt van egy fórum indexről egy kis előnézet, az általános fórum, mint láthatjuk, és általános beszélgetés most jelenleg üres, de hogyha a New Topic-ra kattintunk, akkor
ezt érjük el, vagy itt a New Topic, az az új témára kattintva is hasonló az eredmény. Tudunk egyébként még itt feliratkozni, hogyha van új hozzászólás, illetve új topik. Mint láthatjuk, most ez sem igazán megy. Itt, hogyha a jelentés alá kerül egy bizonyos bejegyzés, és itt pedig tudunk keresni a fórumok között. Jó, nagyjából ezt is átvettük. Akkor térjünk rá a hírek menüpontra, és itt a hírközpontra. Mint láthatjuk, itt az oldal hírei jelennek meg, általában azok, amik éppen aktuálisak, de hogyha úgy gondoljuk, hogy mi szeretnénk böngészni előző hónap szerint, akkor visszamegyünk és rámegyünk erre a napra, amikor éppen volt beküldve hírek, akkor azt is meg fogja jeleníteni. Archív híreket itt még további lehetőségek szerint lehet választani, értékelt szerint legjobbra, népszerűnek, kiemeltnek, vagy egyéb címkék kategóriák szerint is le lehet szűrni, illetve a naptár szerint, mint láthatjuk, ez jelenik meg, itt némi angollal keveredve, de igazából érthető még így is, hogy félig magyar, félig angol, és itt pedig a keresésre tudunk kattintva, hasonlóan, mint ahogyan a csoportban kerestünk, ha mondjuk ide beírom azt, hogy nem is tudom, legyen az, hogy tagok, és keressen a hírekben, akkor ki is adja azt a híreket, ahol megemlítődik ez a szó. Jó. Itt, ha tovább böngészük a hírek menüt, akkor láthatjuk, hogy itt tovább lehet ugyan úgy, mint ahogy itt az előbb néztük ebben a viszintes menüben, hasonlóan kaphatjuk meg ugyancsak ezeket a lehetőségeket a főmenüből is. A képekre, ha rámenjünk, akkor lényegében ezt már néztük is. Választhatunk legnépszerűbbek között, illetve legutóbb jelentkezettek között. A naptár szerint választhatunk feltöltéseket. Itt az albumokat megnézhetjük, kategóriákat is hasonlóan, vagy kereshetünk hasonló módon, mint ahogy a fórumnál, illetve a tagok keresésnél. Ez egy nagyon jó összetett kereső. Akkor menjünk rá a szavazásra. A szavazás az lényegében, mi létre tudunk hozni egy szavazást, mondjuk létre is hozok egyet, én ide beadom a kérdést, várod a nyarat, mondjuk legyen az, vagy a jó időt várod, hát ki ne várná, egy tét lemaradt, és akkor beírom azt, hogy igen, vagy nem, nem. Jó, kategóriák. Itt választhatunk, hát ezt most mindegy, nem nagyon foglalkozok vele, és címkét is beírhatunk, mondjuk annyit, hogy nyár, vagy napsütés, veszővel elválasztva. Jó, ennyi elég lesz. Kik láthatják ezt a szavazást? Mindenki legyen nyilvános. Hát itt némi fordítási, illetve megjelenítési hibák előfordulhatnak még, és a létrehozásra kattintva ezt beküldésre került ez a szavazás, és mint láthatjuk, meg is jelent. Most, hogyha visszamegyünk a főoldalra, akkor láthatjuk, hogy itt az oldal közepe alja felé meg is jelent ez a szavazás, mint láthatjuk, beküldte kis Antal, és itt már láthatjuk, hogy
rá szavazni. És már így, ha szavazunk rá, akkor meg is jeleníti ezt az értéket, hozzászólást lehet hozzáírni. 3 a jó időt. Így rendben lesz, még egy kis mosolyt is betehetünk. Jó. Azt már néztük, hogyan tudjuk szerkeszteni, illetve törölni. Még annyit itt tudunk tenni, hogy régebbiek, illetve a legújabbak elől legyenek, vagy az oldalakat meg tudjuk adni, hogy hány hozzászólást adjon, mutasson nekünk az oldal tevékenységeket. Még itt el tudjuk érni, láthatjuk, hogy ez melyik kategóriába van küldve, és szavazatot is tudunk neki adni. Most már például egy szavazatot adtunk neki, és itt a közösségi oldalak ajánlatait tudjuk igénybe venni. Facebookon, Google Pluszon, illetve a Twitteren tudjuk ezt az szavazást vagy hozzászólást, illetve beküldött anyagot vagy szavazást hirdetni. Jó, akkor ez megvolt. Összeszavazásra kattintva láthatjuk, hogy ez az egy van. Jelenleg népszerű szavazás. Hát itt kategóriák szerint hasonlóan, most ezen már nem megyek végig, ugyanúgy, mint a képeknél, illetve a tagok keresésénél lesz hasonló. A videó központot azt már néztük. Ami még igazából érdekes, hogy a blogok esetleg mi számunkra ez lehet érdekes. Itt a felhasználó, amikor belép, létrehozhat új blogot, mondjuk ide beírja, kérjük, adja meg a nevét a blognak, hát majd aztán itt megadjuk a nevet, mondjuk legyen az, hogy az első blogom, és az elküldésre kattintva jó, hát ez lényegében a kategória volt. Akkor legyen itt is az a neve, hogy az első blog. De itt mondjuk már kiegészítem azzal, hogy 2013. Persze, ha nem gépeljük el. Ott megadom a címkét, adjon meg pár szót. Blog nyár 2013. Első blogom. Pont. Kategóriát választok. Hát most itt ez legyen a holidays. Hát itt angolul vannak, de lényegében nem kell vele nagyon foglalkozni. Gyermek. Pénzről, könyvről, városról, időpontról, személyekről, szórakozás, étel, játék. Vagy hogyha nyarat adtam meg, akkor legyen az, hogy holiday, tehát szabadidő. Megtekintéseket beállítom, hogy kik láthatják, értékeléseket és hozzászólásokat megengedjük-e tagoknak, vagy ismerősöknek, vagy kik férhetnek hozzá, hát ezt egy részletesen beállíthatjuk. Mondjuk az legyen csak a tagoknak, az értékelés az is tagoknak, a megtekintést viszont hagyjuk így. Kapcsolódó képet is feltölthetnénk, most azzal nem időzünk tovább, hanem a hozzászólás beküldésére kattintok. Kis Antal be is küldte ezt a blogot. És most, hogyha visszatérünk a blogközponthoz, akkor láthatjuk, hogy itt megjelenik az a blog, amit létrehozott, az összes blogot. Láthatjuk itt megint hasonlóan, mint az előző ekben megnézettek, naptár szerint akár, vagy címkék szerint, még azt mondjuk nem néztük meg, hogy mi az, hogy címkék, erről csak beszéltünk eddig. Mint láthatjuk, itt vannak legújabban hozzáférhető címkék, blog, vagy nyár 2013. Nézzük meg a végén a csoportok létrehozást, mire is jó ez.
Hát igazából itt ez hasonló, mint hogyha egy fórumot hoznánk létre, vagy blogot írnánk, igazából ilyen úgynevezett rajongói klubokat is létre tudunk ezáltal hozni, vagy fanklubokat, csoport hozzáadás. Nevét mondjuk, hogy mi legyen a csoport neve, mondjuk magyar forma egy rajongók. Hát most ez egy nagyon általános. Jó. Leírás. Jó. Hát itt még egyéb leírásokat is tudnánk eszközölni. Ország, város, hát beírom a város, de nem muszáj. Így. Irányító számot most nem írok. Címkék. F1. Vagy az, hogy formula. Egy kategóriát is tudunk választani hasonlóan, mint az előzőekben létrehozottak. Mondjuk legyen hát autó motív. Képet tudunk feltölteni, csoport videót tudunk feltölteni, és adatvédelmi szabályzatot meg tudjuk adni, hogy kiolvassa el rajongó nézet, hogy ki tudja megnézni ezt a csoportot. Beállíthatjuk, hogy legyen privát, akár csak ismerősök, publikus tagok, csak rajongók. Hát most ezt hagyom így, de egyébként lehet zárkörű csoportot létrehozni, hogyha csak rajongókra kattintunk. Értékelést be tudjuk állítani, kik tehessék ezt meg, hozzászólást a fórumban hasonlóan beállítható, csatlakozás, kik csatlakozhatnak, tagok, ismerősök, csatlakozás megerősítése, bekapcsolt vagy kikapcsolt. Ha engedélyezét egy kis infót találunk róla, akkor az adminoknak kell megerősíteni. Képek feltöltése, ezt is meg lehet állítani, hogy kik tölthetik fel, rajongók, illetve csak az adminisztrátor, hát mondjuk a rajongókra állítom, és az elküldésre kattintva véletőleg betöltődésre kerül, itt láthatjuk is, és mint láthatjuk, kis Antal küldte be. Hasonlóan a menüt, ha lenyitjuk, akkor ezeket a lehetőségeket kapjuk meg, csoportközpont, illetve most már itt a térképen láthatjuk, hogy megjelent egy kategória, autó, motív, hát mondjuk itt angolul írjak ide, ez most ne zavarjon minket, vagy az újra kattintunk, illetve hasonló. Mondjuk itt, ha visszamenjünk rá, és értékeljük, akkor neki most már egy szavazata van, majd aztán itt a népszerűre menjünk, akkor láthatjuk, hogy most már a csillagok itt meg mutatkoznak. Körülbelül ennyi lenne ez a videó, és köszönöm szépen a figyelmet!